Adjon az Isten szebb jövőt. Szeretettel köszöntöm Önöket innen Brüsszelből, az Európai Parlament stúdiójából. Ezen a héten plenáris ülés volt, kivételesen itt Brüsszelben és nem Strasbourgban. Egy nagy örömöm volt, egy látogatócsoport, mégpedig Böjte Csaba atyának a dévai gyermekeiből, a Szent Ferenc Alapítványból verbuválódott foci csapat, akiknek itt van a képe, és többet is meg lehet tudni róluk a devaigyerekek.hu-n. Nagy élmény volt, én életemben először voltam foci meccsen, nagyon izgultam, kaptam egy saját meszt is, erre nagyon büszke vagyok, és szeretnélek kérni benneteket, hogy, vagy önöket, hogy ahogy lehet támogassák ezt a foci csapatot, hiszen ők Európa számos pontján szeretnék összemérni a tudásukat más hasonlókorú gyerekekkel. Itt az Anderlechttel játszottak Juhász Roland atyáskodása mellett. Nagyon szép élmény volt látni ezeket a csodálatos gyerekeket, akik jókedvűek, kiegyensúlyozottak, és ugyanakkor nagyon fegyelmezettek, kedvesek és okosak, nagyon büszke voltam rájuk, és ez azon kevés jó dolgok között van, amit az ember tényleg élvezni tud abban, hogy európai parlamenti képviselő, hogy lehetősége van arra, hogy meghívjon ilyen csodálatos embereket ide a kevésbé csodálatos Brüsszelbe és az Európai Parlamentbe. Nem csak jó dolgok történtek természetesen, hanem rosszak is, hiszen ez volt a május 9-i hét, amely Európa jövőjén jegyében telt, és még a szokásosnál is több hazudozást és álságos szöveget lehetett hallani. Különösen abban a blogban, a plenáris ülésnek abban a részében, amikor konkrétan Európa jövőjéről volt szó. Még a két jó barát is egymásnak ellentmondóan beszélt, hiszen Martin Schulz arra építette a beszédét, tudjuk, hogy most ő az Európai Parlamentnek az elnöke, a szocialisták vezére, ő arra építette beszédét, hogy olyan csodálatos dolog ez az Európai Unió, és szó szerint ezt a kifejezést használta, hogy napról napra jobb az Európai Unióban élni. Hát ez lehet, hogy az ő esetében, meg a pajtásai esetében így van, meg valószínűleg van nagyon sok bankár és nagy tőkés, akinek nap mint nap jobb az élete, de hát elég arcátlanság kell ahhoz, hogy valaki ilyet manapság kimondjon, akinek bármilyen fogalma is van az európai átlagemberek életéről, az elképesztő mértékű munkanélküliségről, az egyre nagyobb szegénységről, és így tovább, tehát a valós körülményekről. A pajtása Daniel Cohn-Bendit viszont pont a fordítottját mondta, ő azt mondta, hogy nagyon-nagyon szörnyű az Európai Unió, nagyon rossz minden, és ennek az oka az, hogy nem eléggé forrt még össze Európa, nem eléggé integrálódtak még egymással az országok. Tehát, hogyha Európa bajban van, akkor arra a válasz a még több Európa, még szorosabb együttműködés, és az Európai Egyesült Államok. Ő tehát ezt mondta, hogy ha baj van, akkor azt orvosolni kell, és orvosolni pedig úgy kell, hogy még további lépéseket teszünk az Európai Egyesült Államok felé. A héten a választások Görögországban, Franciaországban azt mutatják, hogy Európa népei kevésbé gondolják így, és az pedig, hogy a Jobbik képviselői, Novák Előd és Murányi Levente, ha jól tudom, Gaudi Nagy Tamásnak egy kicsit a sugallatára is, vagy hát közös elgondolásuk alapján, csak ő távol volt, akkor levették a parlament egyik épületéről az Európai Unió zászlót. Ez azt jelzi, hogy Magyarországon vannak, és egyre többen vannak, akik viszont nagyon elégedetlenek az Európai Unióval. Itt van velem Gaudi Nagy Tamás, az Európa Tanácsnak az egyik magyar képviselője. Mi történt azóta ebben a zászlóügyben, és egyáltalán mi történik az Európai Unióval kapcsolatos jobbikos kritikai munka ügyében? Mindig csak arról, akkor van szó mostanában a Jobbikról otthon Magyarországon a hírekben, vagy az elemző műsorokban, amikor valami botrányról kell beszélni. De az, hogy milyen fantasztikus, milyen színvonalas, komoly munkát végez a Jobbik a parlamentben, arról nagyon-nagyon kevés szó van. Mondanál-e valamit arról, hogy konkrétan az Európai Uniós kritikával kapcsolatban most hol tartotok, és merre fog mozdulni ez az egész? Igen, ezt én abszolút úgy egyetértve veled azt látom, hogy
ha itt az Európai Parlamentben és Európai Unió vezető szintjein, tulajdonképpen én ezt úgy tudnám röviden nevezni, a rontás erői vannak többségben, tehát akik az egészséges, hagyományos értékekben gondolkodó nemzeti közösségek szétzúzásán dolgoznak. Ezt ugye lehet szépen csomagolni kék színekben, ugye ez a kék szín azért sokkal szebb, szívemhez közel álló, azért annyit kérlek, hogy fordítsd is meg, és mutasd meg, hogy milyen szép címer van, igen, ugye az elején. Hát nem akármi, Székelyföld címeres mezben léptek a Huni-Neu, a elszakított területen élő magyar közösségek magyarországi képviselő szervezetével együtt csináltátok ezt a rendezvényt, és óriási dolog volt, hogy te mögé álltál ennek a kezdeményezésnek, és tulajdonképpen a te vendégeidként lehettek itt ezek a fiatalok, közel 30-an, akikkel éppen most beszéltem, már hazafelé mennek, és hát óriási hatást gyakorolt rájuk, meg a Székelyföld ügyére, mert ha még pillanatra még egyszer felmutatod, amely ezt elől, ott viszont nem akármilyen, ugye, tehát címer ott van, bocsánat, meg fordíts meg, tehát hátul meg Székelyföld csapat. Tehát a csapat Székelyföld csapatként lépett föl, rovásírással, magyarul és angolul, és hát ez egybevág azzal a törekvéssel, amit képviselünk, és pont a rontás erői, pont az ilyen típusú kezdeményezések ellen dolgoznak. Nekünk meg az a feladatunk, magyar képviselőként, nekem az Európa Tanácsban, meg a Magyarország Gyűlésben, te meg itt ezt teljesíted, ezt a missziót az Európai Parlamentben, hogy építsük a nemzet építményét, az egymást tisztelő, egymást partnernek tekintő nemzetek, közösségek alkossák, határozzák meg az Európai Uniót, és nem mondjuk, most már tényleg oda jutottunk, hogy lényegében Németország egyedül, tehát Merkel mondja meg egyedül, illetve a mögött álló erők ugye mondják meg, hogy Európa merre tartson. És hát ez nagyon nagy dolog, hogy még itt a Piatra Dévaiaknál maradva, nekem egy nagy szívügyem, ők már 90-es évek közepe óta a Csodaszoros Alapítványunkkal, Egyesületünkkel kapcsolatba kerültünk Böjte atyával, amikor még nagyon kevesen ismerték őt, egy-két évvel azután, hogy ő leverte a lakatot a Dévai Kolostor lakatjára, és hát tavaly ugye európai polgári díjat kapott, ugye, tehát ez gyakorlatilag az Európai Parlament egyik nagy kitüntetős európai gondot. Egyébként tényleg ő annyiban egy egyetemes keresztény gondolatot képvisel, tehát nála befogadást nyernek a magyar gyerekek mellett a román gyermekek is, cigány gyermekek is, és tulajdonképpen egy szép szeretett közösségé és egy magyar közösségé tulajdonképpen formálódnak, de nem lobog feltétlenül az ászló, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a szívük, a lelkük, a beállítottságuk viszont tényleg igaz emberré teszi őket, és én is, hogy a gyermekekkel itt a foci meccsen itt szurkoltam nekik, meg beszélgettem velük, hát tényleg egy nagyon belevaló kis legények. És most ugye tegnap pedig a Belgium területén ülő német közösség, a 70 ezres német közösségnek önálló kormánya, önálló jogalkotása van, a miniszterelnökük pedig a nőfelesége magyar, tehát nagyon magyar barát, ez a belgium-német közösség, és ők ott játszottak az ottani csapattal. Tehát, és ez egy folyamat. Mármint, hogy a székely gyerekek tovább menve Németországba, most ott. A belgium-németeknél ők egyenrangú, társ nemzeti szinten élhetnek Belgiumban a 70 ezres német közösség, míg ugye a 700 ezres, tízszerekkor a székely közösség autonómia törekvéseit mai napig blokkolja Románia. Tehát, hogyha megnézzük az Európai Unió mérlegét, mert ugye mi vontunk egy ilyen mérleget, a héten azonnali kérdést intéztem Novák Előddel a Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz az iránt, hogy vajon van-e élet az Európai Unión kívül. Miért nem lehet erről soha semmit látni a televízióban? Ugye olyan sok jobbikos panaszkodik, hogy hát mit csinálnak a miénk ott a parlamentben, meg mit csináltok ti ott az Európai Parlamentben, mert egyszerűen blokkolják ezeket a nagyon fontos felszólalásokat. Olyannyira, hogy a magyar nemzet szó szerint nem hozott le egyetlen egy sort se. Azért a miniszterelnököt nem minden nap kérdezik. A 8 éves mérleg az Európai Unió csatlakozásunknak, amelyről azt mondják egybehangzóan, hogy éves szinten 1000 milliárd többletbevételünk van, és nem említik azokat a veszteségeinket, amiket a csatlakozás előtt elszenvedtünk, és a csatlakozás miatt folyamatosan elszenvedtünk. Tehát gyakorlatilag ezt úgy kell felfogni, hogy egy kényszerpályát teremtettek közvetlenül a rendszerváltozásnak nevezett gengszterváltás után, egy kényszerpályára tolták az országot, hogy az európai integrációs út az egyetlen út, és ennek érdekében már alárendelték jogalkotásukat, mert egy csomó olyan vámainkat úgy kellett alakítani az uniós termékekkel szemben, hogy le kellett bontani a vámjainkat, sok esetben egyoldalúan, és így beömölhettek már a csatlakozás előtt a nyugati áruk, ezáltal bejöhettek a nyugati vállalkozások adómentesek,
adózással, vagy adókedvezményekkel. Emiatt ugye jött a Brabrabló privatizáció mellette, ugye, amelyben a volt elvtársak segítségével filéreké megvásárolták a stratégiai nemzeti vagyont. Emiatt rengeteg magyar vállalkozás tönkrement, emiatt rengeteg munkahelyvesztés volt, emiatt átállt tulajdonképpen a magyar kereslet a nyugat-európai piacra. Tehát gyakorlatilag mind a termelés is átállt, meg a kereslet is. Tehát hihetetlen veszteségeink voltak, csak a például az elmaradt vámbevételekből. A csatlakozás után pedig, amivel soha nem számolnak, vagy nem említik, a vámbevételeknek is a döntő többségét át kell engednünk, a harmadik országból jövő termékek utáni vámokat, az áfának egy elég jelentős részét át kell engedni, és emellett például nem adóztathatja meg Magyarország Magyarországon működő nyugati leányvállalat hazautalja a nyereségét, különböző jogcímeken, ezt erre nem tudunk adót kivetni. És ez hihetetlen mennyiségű veszteséget. És akkor még hol vannak azok a veszteségek, ami abból ered, hogy a piacainkat teljes mértékben meg kellett nyitni? Tehát, hogy például nem oldhatjuk meg, mert versenyszabályok központosítottak, igen. És ebben is beleszólnak, tehát gyakorlatilag. Hogy a mezőgazdaságban például ugye a mi gazdáink sokáig tölt részét kapták annak a támogatásnak, amit a nyugati gazdák, a régi tagállamok gazdái kaptak, ugyanakkor a piacainkat pedig teljes egészében meg kellett nyitni, és hát ugye mindenki tudja most már közhelyszerűen, hogy áramlik be a külföldi élelmiszer Magyarországra, és mennek tönkre. Olyan például bor szintjén, tehát borban például elképesztő arányokra ugrott föl a borimport, például is hozzák be a dobozos olasz borokat, képtelenek vagyunk gyakorlatilag. Lehetnénk egyébként képesek arra, hogy védjük az érdekeinket, és ugye én Orbán miniszterelnök urat azzal szembesítettem a felszólásban, hogy ő azt mondta annak idején, hogy három fő ok van, amiért érdemes csatlakozni az Unióba, és nézzük meg ezt, hogy akkor mi teljesült. Az egyik az, hogy legyünk ott a döntések asztalánál, mert ugye, hogyha nem vagyunk ott, csak kívülről obligatunk, de mégis ugye hát exportorientált gazdasággá váltunk, mert ugye minden az Unióból jön, meg nagy a kereskedelmi kapcsolat, akkor jó, ha ott vagyunk a döntéseknél. Hát mi lett ebből? Lett egy lisszaboni szerződés, ahogy gyakorlatilag a kis államok befolyása tovább csökkent, a nagy államok befolyása tovább nőtt, Magyarországot sarokba állítják, ugye a pénzek, ugye amire mindig hivatkoznak, hogy micsoda pénzeket kapunk, hát a kohéziós alapokat felfüggesztették. Jövő évre nem kapunk gyakorlatilag a kohéziós alapokból több száz millió eurót nem fogunk megkapni. Tehát, és ugyanakkor EU diktátumok sorozata, mint egy zuhataként áll minden olyan magyar törekvés elé, amit egyébként mi keveslünk, tehát mi a parlamentben mindig elmondjuk, és most a héten volt a Nemzeti Bankról szóló törvény EU diktátum hatására történő módosítása, sőt az alaptörvényt is most módosítja a kormány. Ez nem jó érzés, lássuk be, mert megmondom őszintén, hogy én azért olyan büszke voltam akkor minden párt szempontot felülírva, amikor itt az Európai Parlamentben úgy éreztem, hogy azért a magyar kormány kiáll, és azt mondja, hogy eddig és ne tovább, és igenis meg lesznek a bankadóink, a különböző válságadóink, igenis azokat a jogszabályokat, amiket bevezetünk, magyar hatáskörben fogjuk tartani, és nem fogjuk lehajtani a fejünket az Európai Unió követelései előtt, és aztán nagyon-nagyon rossz érzés. Kezdődött a médiatörvénnyel, amikor kompromisszumot kötöttek, és aztán azóta folyamatosan azt érzem, hogy lépegetünk vissza. És ez nem kellemes. Így van. Tehát ugye itt, ahelyett, hogy azt mondta, hogy egyenjogú tagok az a célja, ugye Orbánnak megint csak a szavaira visszautalok, ugye a csatlakozás ez elvárása, hogy egyenjogú partnerek lehessünk, hát ugye láthatjuk, hogy mennyire vagyunk egyenjogúak, tehát iszonyú kemény összezárás van, tehát például ugye egy jegybankot is hisztérikus energiával védi az európai rendszer, hiszen ugye ott ugye nálunk a jegybank a mostani szabályozás szerint is már lényegében az Európai Központi Bank egyik szervének minősül. Tehát nem a magyar nemzeti érdeket, van, és nem a magyar gazdaságot szolgálja. Itt volt ugye ez az ominózus eskü kérdés, igen, és még abban talán tartjuk magunkat Magyarország, lényeg, hogy az alaptörvényre kelljen felesküdni. Hát a lényeg az lett volna, hogy összeolvastotta az alaptörvény felhatalmazást adott arra, hogy a Magyar Nemzeti Bank és a pénzügyi szervezet állami felügyelete egy szervbe tömörüljön, és egy új csúcsvezetője legyen, aki nem a mostani. Ezt most lesütött szemmel egy gazdasági államtitkárral vezették föl a parlamentben egész szánalmas módon. Az alaptörvényt erre tekintettel most módosítani kell. És hát mi elmondtuk, hogy egyrészt EU diktátum hatására történő módosítást ellenzünk, és egyébként is eredetileg is kevésnek tartottuk azokat, amiket elhatároztak a multiellenes fellépésben és egyáltalán nemzeti érdekek képviseletében, de most még abból is
visszahátrálnak. De aztán folytassuk a sort, ugye rengeteg pénzt fogunk kapni, ugye ez volt a másik elvárása miniszterelnök úrnak, és hát ezzel majd felvirágzik Magyarország. A 8 év mérlege, ugye itt sietve tartottak egy nagy konferenciát a Minerális Központban a csatlakozás 8. évfordulón, Súrján László, európai parlamenti alelnök, fideszes képviselő közölte, hogy hát itt abszolút nyerők vagyunk, mind teljesen pozitív minden mérleg. Közben ugye elhallgatja, tehát ez úgy ugyek, hogy nyilván, hogy hazudik, elhallgatja azt a tényt, hogy milyen hihetetlen pénzügyi veszteségeket szenvedtünk, tehát a csatlakozás előtt is szenvedünk most is évről évre, és például Drábik János is nagyon szépen kimutatja, hogy a pályázat az nem más, mint egy visszaosztott befizetési pénz, amit nagyon drágán lehet megszerezni, mert kb. 20% a pályázatokra fordított költség hányad. Tehát gyakorlatilag úgy adják el a ide érkező összegeket, mintha itt valami nagy kegyes adományokat osztogatnának, miközben a saját magunk által bevizetett összegeknek egy bizonyos részét kapjuk vissza, és hát nem élhetünk a gazdaságpolitika számos olyan eszközével, mint például mondom a vámkivetés, vagy pedig különadók alkalmazása, nemzeti mezőgazdaság és iparvédelem, tehát ezekben mind kőkeményen, most a Hungarikum törvény is már ide került az Európai Bizottság elé, és nem tetszik nekik, hogy a magyar különleges termékeket megpróbálják megvédeni. Az, amit a Bogár László úgy szokott fogalmazni, hogy a nemzet spirituális és szellemi talapzata az, ami megrogyott, és nagyon-nagyon fontos számomra az a gondolata a Bogár tanár úrnak, hogy hogy nem is a gazdaság az elsődleges, hanem ez a bizonyos szellemi, spirituális talapzat, és a gazdaság is azért ment tönkre, mert a magyar emberek gerincét megroppantották. És szerintem ez az egyes számú pusztítás, amit végez ez az egész Európai Unió, meg az ehhez való görcsös ragaszkodás, ez, hogy az állami vezetőink is mindenáron tudván, mert ők azért tudják, hogy nem mondanak teljesen igazat abba, hogy ez milyen csodálatos számunkra, milyen remek volt ez a 8 év. És hogy például arra kényszerítenek, egy picit ez, mintha arra is emlékeztet engem, biztos sokan azt fogják mondani, hogy ez túlzás, de amikor palesztin munkásokat kényszerítenek arra, hogy izraeli zászlót varjanak például. Tehát az, hogy nálunk, most már odáig jutottunk, hogy a Kozma gyilkosság másodfokú tárgyalásán a tárgyaló teremben is ott van az Európai Unió zászló, mert hogy amióta ti levettétek, vagy hát a jobbikos barátaink levettétek az Európai Uniós zászlót az országgyűlés egyik épületéről, azóta figyelem, Budapesten nagyon sok olyan épületen van EU zászló, ahol nem kellene, tehát ahol nincs jogszabályilag kötelezően előírva, például vállalatoknál, stb. És az embereket hozzászoktatják ehhez a gyarmati alárendel, tehát, hogy még a jelképeket is folyamatosan, tehát, hogy szinte önként vagy tegyék ki, vagy viseljék el, hogy a saját nemzeti identitásukat és öntudatukat felejtsék el, hagyják megtaposni, és az, ahogy az emberek agyán, meg lelkén megy át ez a sok információ azzal kapcsolatban, hogy megpróbáltuk, de aztán föladtuk, más jogszabályt akartunk, de nem hagyták, feladtuk a jegybankkal kapcsolatos elképzeléseinket. De a bírósági szervezetnél is ugyanezt a módosítást meg kellett csinálni, ugye a bírósági szervezet rendszere az Euró Adatvédelmi Hatóság vezetőjén ugyanúgy, tehát ez már sokadik ilyen törvény a parlament. Most már elkezdett egy olyan aggasztó arányt tölteni a benyújtott törvényjavaslatok száma, hogy most már én úgy tippelem, úgy érzem, olyan negyede már legalább a benyújtott törvényjavaslatoknak, egyszerűen EU diktátumok bekottázása. Tehát ez mélységesen megalázó. És akkor még hol beszéltünk arról, hogy hogy élnek az emberek, amit már százszor elmondtam itt is, hogy úgy élnek vidéken a magyar emberek, meg hát Budapesten is, de vidéken a legfeltűnőbb, hogy fölkelnek reggel 4-kor, 5-kor, bemennek a távolsági busszal a közeli városba a multinacionális cégnek az összeszerelő üzeméhez, és ott megalázó körülmények között ébérért dolgoznak a külföldi tulajdonosnál a szalag mellett. És mi ebben az Európai Unióban az úgymond munkamegosztásban ezt a szerepet vállaltuk be, hogy összeszerelő üzemeknek leszünk a hát kiszolgálói, bérrabszolgái, ahelyett, hogy hát erről azt hiszem a múltkor már beszélgettünk, hogy például a gyógyturizmusnak lennénk a központjai a csodálatos adottságainkkal, termálvizeinkkel, egészséges magyar élelmiszerünkkel, és a többi. Tehát úgy tűnik, hogy
erőltetetten próbálják elhitetni az emberekkel, hogy ez így jó, aminek a másik jelentése az, hogy mi erre vagyunk jók. Tehát, hogy mi magyarok erre vagyunk jók, amit szerepként itt az Európai Unióban kaptuk. Egyrészt a lehajtott fejjel mindenben követni az ő diktátumaikat, gazdaságilag olyan pozíciót elfoglalni, amiért ugye ez a bérrabszolgasors. Hogy mit lehet ebben tovább lépni? Hogy lehet itt az ellenállást megszervezni? Vagy kell-e egyáltalán? Vagy van-e erre valami remény, hogy ellenállást tudunk tanúsítani? Hát az intézményes ellenállásként ugye a Jobbik azért bekerül 2010-ben az országgyűlésbe, illetve előtte már ugye az Európai Parlamentbe, illetve jó magam révén az Európa Tanácsban, tehát kiléptünk, ugye, meg önkormányzatokból, ugye jelentős mértékben. Tehát most láthatóan egy elég komoly törekvés indult a Jobbik különböző pozícióinak ugye megrendítésre. Nem érdemben vitatkoznak természetesen továbbra sem, tehát ez se a választási kampányban nem volt így, sem most sincs, tehát a parlamenti viták döntő többségénél volt olyan vita, például az országgyűlésről szóló törvény vitája, ahol egyetlen egy ember ült velünk szemben a előterjesztő képviselője, és az egész Fidesz frakció akkor éppen szem ülést tartott arra, hogy ki legyen az új köztársasági elnök. Ugye is egy jellemző dolog, hogy Franciaországban hatalmas választás volt, óriási izgalmak, tényleg az egész ország belerezdült, hogy ki legyen az a köztársasági elnök. Jó, más a rendszer, ott egy erős köztársasági elnök van, de igenis itt azért az, hogy rábögtek most egy másik emberre Schmidt Pál után, aki Áder János, ugye, és ő lett a köztársasági elnök, mert semmi köze nem volt senkinek ehhez. Tehát a Jobbikot nem lehet olyan értelemben megállítani, mert vannak eredményeink, és a kényes kérdéseket folyamatosan napirendre hozzuk. Például most kezdeményeztük a héten egy olyan parlamenti vizsgálóbizottság felállítását, amely megvizsgálná, hogy azok az oligarchák, azok a befolyásos személyek, Simicska, Nyerges és a többiek egyszerűen hogy lehetséges, hogy ennyire ilyen hatalmas befolyást gyakorolnak a közbeszerzésekre, személyzeti politikára, földek megszerzése, stb. Tehát itt egyszerűen botrányos most már lassan ugye a helyzet. Ugye a Jobbika nyilván az a legnagyobb baj, bocsánat, hogy félbeszakítalak, hogy eddig azért volt egy olyan rend az úgymond rendszerváltás óta, hogy megvoltak a Fidesz oligarchái, az MSZP oligarchái, megvoltak a csókosok, a hatalom közeli gazdasági szereplők, megvoltak a megfelelő gazdasági érdekek, és hát azért a vak is látja, hogy volt egy kompromisszum abban, hogy megengedni egymásnak a különböző vadászterületeken való szereplést vagy előretörést. És ugye az volt, hogy volt egy kormányváltás, akkor mondjuk a Fidesz leleplezte adott esetben, bár azért korán sem mindig, meg korán sem elegendő módon az MSZP-nek a gazdasági bűnözőit, és fordítva. De az, hogy... De nem számoltatták el a leleplezés, csak felebb választási kampány célokat szolgált, mert ugye azért a választási kampányban emlékszem, ott naponta három hír jött le, hogy ki a Veres János ezt csinálta, azt csinálta, ilyen miniszter így élt vissza, Veres János ott vidámkodik mellettünk, gyakorlatilag is tudjuk jól, hogy hát gyakorlatilag miket művelt közben, meg egyre szemtelenebbek az szocialisták. Tehát gyakorlatilag úgy azt tapasztaljuk sokszor, hogy lényegében ők ilyen majdnem hogy szimpatikusabb, kívánatosabb partnerek, akár bizottsági munkában is ez sokszor észlelhető, míg ugye mi továbbra is ilyen hát kitagadottak vagyunk, ugye meg ráadásul most egy MSZP kezdeményezés van. Persze, mert ti leplezitek le az egész rendszert, tehát hát magát a beleég romlott rendszert és a lopást és a korrupciót és ezt a kézkezet most politikát leplezitek le. Hát persze, hogy kevésbé vagytok kívánatosak, mint az MSZP, akivel végül is azért csak egymással lehet kacsingatni, igen, és elosztani, igen, a bulikat egymás között. És most össze is kacsintanak, most egy szélsőségesség elleni országgyűlési határozati javaslatot kezdeményeztek egy Európa Tanácsi határozatra hivatkozva, hogy egy etikai bizottságot kell felállítani, ahol a parlamenti renitens parlamenti képviselőket, akik szélsőségesnek minősítető szövegeket mondanak, ott el kell ítélni őket, stb. És érdekes mondani, először ezt a Fidesz nem támogatta, hogy vegyék napirendre, most viszont már tárgyalja is az országgyűlés, és mi az Arja Gyulában benyújtottunk egy módosító javaslatot, amelynek a lényeg az, hogy a magyar ellenes, magyar gyűlöletes kijelentéseket kell etikai bizottság elé vinni. Nyilván ez csak egy vicc, mert ugye azt mondom, nem vicc, tehát komolyan őket kellene kirekeszteni, mondjuk a 2006 tagadókat, aki elmúlt 22 év politikus bűnözését tagadókat kellene ugye folyamatosan gyűlöletkel, Steiner Pál, Mocskor, rágalmaz mindenkit, aki magyar érdekért kiáll, és ebben a Fidesz azért partner. Tehát itt azért ők ezt el is mondták, hogy támogatni fogják, meg hogy tárgyalás kell, be kell vonni a radikalizálódásra hajlamos társadalmi csoportokat a párbeszédbe. És akkor erre azt mondtuk, hogy hát reméljük... Bár több lenne radikalizálódásra hajlamos, nem? A hajlamosság megvan, mert gyakorlatilag az ország most már radikalizálódásra hajlamos, csak most már legyen radikális az ország döntő többsége, és akkor már változást lehet elérni.
Így van, de hát ez nyilván számukra nagyon veszélyes. Az ászlóról még egy mondatot gyorsan hadd mondjak, mert ez tényleg nekem nagy szívügyem volt, tényleg egyik frakcióülésen, ahogy üldögéltünk, ott lobogott ugye az orrunk előtt a Fehérház oromzatán a unió zászló, és akkor mentünk jobban utána, hogy egyáltalán milyen jogszabály szól erről. És 2004-ben született egy kormány akkori szocialista többség elfogadott törvény a csatlakozás átmeneti szabályairól, és az írja elő, bár uniós központi norma nincs, tehát unió szintje nem követelik meg, az írja elő, hogy a középületeken ki kell helyezni, kivéve az országgyűlés épületén. És van egy jó kormányrendelet is, előírja, hogy hányszor, hányal zászló, havonta egyszer cserélni, vagy három havonta cserélni kell, mosni kell, nem tudom, mit kell csinálni vele. Bírság jár azért, hogyha valaki nem tartja be egyebek, de azt tapasztalom viszont, hogy egyrészt tehát mi törvényes rendet állítottuk helyre, és a kérdésem, azon a kérdésünk után előd ugye át is adta Lezsák Sándornak, visszaadta az ászlót, hogy ezt most tegyék el a múzeumba, vagy valóban, mert ez a szuverén országgyűlési épületére nem. És nem is tették vissza, ugye? Igen. Nem került tudjuk, vissza nem, az épületre az EU zászló. Én is úgy tudom, hogy nem, de ebben szélesebb értelemben meg valóban azt jelenti, hogy például akár a francia nemzetgyűlés épületén 6 darab francia zászló van, német önkormányzatok épületein nincs ott az zászló, a unió zászló. Spanyolországban sem láttam ilyeneket, tehát miért kell nekünk egy omladozó félbelevő szabolcsi kisiskola, ami már az uniós csatlakozás miatt lényegében a tönkremenés szélén áll, mert nem sokára bezárják, de még ott van rajta kitűzve a vörös zászló helyett, mert nem éves lehetne, két zászló ebben volt. Törvénymódosítást javasolni, ezt akarom mondani, így van, mert erről se lehet olvasni. Természetesen igen, benyújtottunk egy törvényjavaslatot, amihez én is most előterjesztőként csatlakoztam elődel Murányi Leventével közösen, hogy ezt a szabályt töröljük el, ami nagyon érdekes, hogy a Fidesz és a KDNP annak idején ezt oroszlánként ellenezte. Ezt a szabályt 2004-ben, hogy ki kelljen tenni, mert hogy ez szörnyű, hogy ez milyen megalázó. Most viszont, amikor ott van a kétharmad, és nyugodtan eltörölhetnék, akkor nem nagyon igyekeznek rajta. De bízunk benne, hogy meg fogják szavazni, mert valószínűleg az ő választói többsége is ezt szeretné, hogy tűnjön el innen az a jelkép, amivel egyre több magyart megaláznak, és amiből nagyon-nagyon elege van nagyon sok magyar embernek. Önöket is kérem, kedves nézők, hogy ahol Európai Unió zászlót látnak, nem középületen, tiltakozzanak ellene, illetőleg, hogyha ilyesmit tapasztalnak, mint én a televízió közvetítésével a Kozma ügyben, hogy tárgyalóteremben van például, vagy abszolút oda nem illő helyen Európai Unió zászló, tiltakozzanak ez ellen, és írják meg országgyűlési képviselőiknek, hogy szeretnék, hogy törvénymódosítással az Európai Uniós zászlók középületen való elhelyezését, mint kötelezettséget megszüntessék, befejezzék, hiszen a jelképeknek nagyon nagy erejük van, és itt az ideje annak, hogy öntudatra ébredjünk, ellenállást tanúsítsunk, ennek lesz az egyik fóruma a szombati, május 12-i jobbikos tiltakozó akció a megszólítások ellen, tiltakozó demonstráció 3 órakor az MSZP székház előtt a Jókai utcában találkozunk. Remélem, hogy nagyon sokan leszünk, és átvonulás lesz a Fidesz székház elé. Így van, egyre több tüntetést kell szerveznünk, ott kell lennünk az utcán, ott kell lennünk az ellenállásban, és fel kell emelni a fejünket, és visszavenni a hazánkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak bennünket, köszönöm Tominak is, hogy itt volt. Isten óvja és vezesse Magyarországot, Isten áldja önöket. Viszontlátásra!